Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora december 19-én hétfőn. Hamarosan itt az év vége, ez az időszak a számvetés, az évértékelés ideje. Így állítottuk össze a mai programot is, nézzük a kínálatot. Jó hír a mezőgazdaságban, az év végére megérkeztek az uniós források. Kiemelkedő esztendő, évet értékelt Nyíregyháza polgármestere. Civil díj. A megye önkénteseit ismerték el Mária Pócson. Minden idők egyik legnehezebb időszakát zárta a mezőgazdaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Nem volt könnyű dolga az agrárkamarának sem. Csattanó az év végén, hogy az uniós támogatásokról egyesség született. Januártól elérhetők ezek a források. Vendégem Rácz Imre, a megyei agrárkamara elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy nagy tisztelettel köszöntöm eljött hozzánk. Először az évről, ami valóban nem egy egyszerű év volt, és nem csak a gazdáknak volt nehéz, hanem a kamarának is, hiszen nyilván a kamara igyekezett segíteni a gazdáknak. Milyen volt ez a 2022-es év? Hát én azt gondolom, hogy sokáig emlékezni fogunk erre az évre, az egész mezőgazdaságot asszály sújtotta, és akkor ennek következményeképpen a takarmányárak megemelkedtek, az állattartóknak is nagyon nehéz volt, a kertészeti ágazatban tavasszal egy fagy jelentkezett, utána pedig következett az asszály, ott az őrségfélékre, úgyhogy ebből a szempontból a falugazdász hálózatnak igencsak megnövekedett a munkájuk, a kárbejelentések ellenőrzésében szoktunk segíteni, már ennek régi hagyománya van több éve, a kormányhivatalnak az ellenőrzésekkel kapcsolatosan, és ezt tettük most is szinte folyamatosan, az időjárás rászolgált, hogy folyamatosan legyen ebbe munkánk, emellett elvégeztük a legnagyobb taglétszámmal jelentkező megye vagyunk, a területalapú támogatásokat, illetve különböző erdészeti állattartási jogcímeken szerzett pályázatokban működtünk közre, illetve a támogatások odaítélésének a lehívásában segítettünk a megyei gazdálkodóknak. Ugye ma már csak elektronikusan lehet pályázni, ugye volt sok-sok év, míg szépen átállt a rendszer. Mennyire okoz ez nehézséget a megyei gazdálkodóknak, vagy mennyire tanulták már meg azt, hogy hogyan kell online módon kitölteni adott esetben egy ilyen dokumentumot? Hát a fiatalságnál lesz könnyen ment ez az átállás. Azok a gazdálkodók, akik korosabbak és már nem kapcsolódtak ebbe be, azok nagyon jó kapcsolatot ápolnak a falugazdászokkal, sűrűbben találkoznak, mint akik az online szférában már jól mozognak, és ezeknek a falugazdászok segítenek, illetve minden olyan igényüket, ami jelentkezik, felhívják a figyelmet akár telefonon is, hogy jöjjenek fel, és rendezik a dolgokat. Szóval én azt gondolom, hogy most már van helyére rázódtak azok a dolgok, hogy ezek nem okoznak problémást az idősebb gazdálkodóknak sem. Egyébként hogyan állunk létszámban? Mondta, hogy az ország legnagyobb megyei kamarai testülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei. Fiatalok idősek aránya milyen, nő vagy csökken a létszám? Hát minden évben csökken a mezőgazdaságból élőknek a száma országos szinten is. Itt a mi megyénkben is körülbelül az átlagtól valamivel kevesebb létszám csökkenés van itt a megyében. Körülbelül 40-42 ezer tagja van itt az agrárgazdasági kamarának. Ebből az aktívak, akik támogatást is igényelnek, egy ilyen 25-28 ezer fő között szokott mozogni. Én azt gondolom, hogy ők azok, akik valós gazdálkodást végeznek, a többieknek valamilyen más okból vannak őstermelői igazolványok, vagy az adózási rendszer segítségét kihasználva, vagy olyan okok miatt, hogy földet kívánnak vásárolni, terjeszteni a birtokokat, és így bekapcsolódtak, tagok lettek ők is. Ugye említette azt, hogy asszályos volt az év, és a kárbejelentésekben is sokat segítettek. Ha lehet megbecsülni, akkor melyek voltak azok a területek, ahol a legtöbb kárbejelentés érkezett, akár területileg, akár pedig termékre tekintettel? A gyümölcsösök voltak ezek a tavaszi fagyok jelenlétével, illetve az asszály a kukoricában jelentkezett nagy mértékben, még a kalászosok tavasszal, ott május körül kaptak annyi csapadékot, hogy ott nem mutathatók ilyen mértékű kár. A napraforgó azon nem sokkal kevesebb százalékos arányban, egy olyan 20%-nál nem volt több kiesés, a termés átlagokat nézzük.
a kukoricánál viszont a közel 8 tonnáról leestünk 3 tonnára, ez nagy kiesés. Itt meg kell jegyezni, hogy körülbelül országos szinten is a kukoricánál volt a legnagyobb, az átlag években egy 6,5-7 millió tonna szokott teremni, de volt már 9 millió tonna is, most pedig 2,3 tonna az országos, az előbb pedig említettem a megyébertől még nagyobb a kiesés, viszont a piaci értékesítési lehetőségek annyira beszükültek az ukrán behozatal miatt, hogy szinte eladhatatlan még ez a 2,3 kukorica is Magyarországon. Ja, gyümölcsöknél említette a fagykárt, ami jelentős volt a tavasszal. Vannak olyan területek, ahol szinte minden évben van fagykár? Figyeli ezt a kamara, hogy melyek azok a területek, ahol talán nem kellene, vagy nem ilyen mértékben gyümölcsöt termeszteni? Igen, és egyre nagyobb hangsúlyt kap az, hogy vannak ilyen fagyzugos helyek, és kezdjük felhívni a figyelmet, hogy el kell végezni egy ilyen vizsgálatot, hogy alkalmas az a terület arra, hogy olyan ilyen 15 millió forintos beruházást oda telepíteni, ahol magában hordozza azt, hogy 10 évből 6-szor vagy 7-szer el fog fagyni. Úgyhogy ezek is szempontok lesznek, főleg a következő pályázati kiírásoknál, és én ezt logikus helyszerűnek is tartom, hogy végezzünk el egy olyan vizsgálatot, olyan növényeket próbáljunk az adott helyre telepíteni, ahol abból nem mindig a fagykára kell építkezni. Ugye van egy nagy vita, hogy a jégkárvédelemmel kapcsolatos, hogy vannak olyan technológiák, amelyek megakadályozzák azt, hogy jégverés érjen egy területet, és van, aki azt mondja, hogy az aszály részben annak is volt köszönhető, hogy ezek a rendszerek működnek. Ön hogy látja, mint látja, mennyire fontos vagy nem fontos ezeknek a technológiáknak a működtetése? Hát én, aki azért, hogy Magyarországon jégkármérséklő rendszer van, aki sokat tettem és kitartóan küzdöttem érte, vagy 7 évig, mire ezt elértük, sok alkut végigvittünk, hogy ugye Szabó-Szatmár-Bereg megyére szerettük volna először kiterjeszteni, de amikor felcsillant az a remény, hogy akár az egész országot, akkor inkább 2 vagy 3 évet halasztottunk csak azért, hogy láttuk már akkor, hogy biztonságosabb lenne, ha a környező megyék is védekeznének, ugyanis itt egy eltolódás van, amerről jön a szél, elviheti, mi hiába védekezünk, itt lehet Hajdú-Bihar megyét, védjük meg minket, meg elver a jég, ha előttünk nem védekeznek, és amikor sikerült ezt így összehozni, a nyári aszályna, eddig nem volt senkinek semmi baja ezzel a jégkármérséklőrendszerrel, ameddig csúcs teljesítmények jöttek a termés átlagokban, akkor csak azt számolgattuk, hogy 43 meg 50 milliárdot takarítottunk meg azzal, hogy a jégkármérséklő működik. Mikor az ember elkeseredik valami miatt, és már nem tudja, hogy kibe keressen hibát, akkor felvetődött ez, hogy fogjuk a jégkármérséklőrendszerre. Az Agrárgazdasági Kamara professzorokat vitt ki azokra a helyszínekre, ahol lesz a gazdák körében már olyan hatást váltott ki, hogy nagyon erősödött ez a szóbeszéd, ez a kritika, de nem sikerült azokat az embereket meggyőzni, egy jó esélyt utón meggyőzni, ugyanis nincs semmi köze ahhoz, hogy mi ezüst jodidot párolgattatunk el. Ez az ezüst jodidnak az a tulajdonsága, hogyha a hőmérséklet és a páratartalom olyan közegbe kerül ez az ezüst jodid, akkor jégszemcsét akar megkötni, és mi még elősegítjük azt, hogyha nem akarna esni egyébként eső, hogy ez a jégszemcse, amikor összetapad, akkor a fajsúlyát már a levegő nem bírja megtartani, és elindul a föld felé, mivel apró szemű jég lassan jön, sok időt tölt abba a zónába, ahol már itt a föld közelbe egy plusz hőmérsékletbe kerül, és akkor azt lássuk, hogy eső esik, vagy egy hókásás valami, úgyhogy semmi összefüggés nincs abban, sőt, még Kínában egy olimpiai előtt már az ezüstjodidot feljuttatták azért, hogy essen le a csapadék mellette, nehogy az olimpia idején essen, amikor a megnyitó van. Szóval a fejlett országok már azzal foglalkoznak, ahol nyilván tenger környékén, ahol van felpárolgás állandóan, hogy akkor csinálnának esőt, amikor akarnának. Hát ez Magyarországon nem nagyon valósulhat meg, mert itt kevés a vízfelület, úgyhogy ha nincs felpárolgás, akkor hiába akarjuk, annyit tudunk, hogy megpróbáljuk apró szemüvé tenni ezt a lehulló csapadékot,
hogy ne okozzon nagy kárt a mezőgazdasági értékekben. Egy témát még mindenképpen érintsünk. Most a napokban érkezett a hír, hogy a agrár tekintetében az uniós támogatások elérhetőkké váltak. Ez fontos szerintem olyan tekintetben, hogy tényleg csak arról lehet híreket olvasni, hogy most akkor lesz uniós támogatás, nem lesz, mennyi lesz, mit függesztenek fel, mit nem. Úgy tűnik tehát, hogy akkor az agráriumban ezeket a fontos támogatásokat lassan igényelhetik a gazdák. Így igaz, a két év telt el itt az átmeneti időszakkal, a 20-as, illetve a 21-es és a 22-es év, és a hátralévő 23-27-ig, erre az 5 évre 14,7 milliárd euró áll rendelkezésre. A magyar kormány több mint felét teszi ehhez hozzá, 17%-ról, mint hallottuk már a hírekben, 80%-ra emeli a hazai forrást. Valóban, ha ezt 5 évre szűkítsek le, akkor soha nem állt még ennyi rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy rá is fér a gazdálkodókra, mert az energiaárak, ahogy elszabadultak, és akkor ha azt akarjuk, hogy az élelmiszerárak ne emelkedjenek, már tovább halljuk a médiában, hogy most is milyen csúcsokat döntöget, akkor mivel az nem nagyon rajtunk múlik, hogy az energia és a termelési költségek mennyibe fognak kerülni, akkor valamelyest ez a támogatás kompenzálhassa azt a ráfordított költségeket, amiből az élelmiszer alapanyagokat előállítjuk. Én örülök neki, hogy rendeződött ez végre, és akkor mindenki esetleg úgy ünnepelhet, hogy egy kis biztonságot tudhat a jövőre való tekintettel mindenki, aki gazdálkodik maga előtt, és talán ez az élelmiszer fogyasztóknak is lehet egy úgymond egy megnyugvás, hogy a mezőgazdaságban folytatódni fog ez a munka, az alapanyagok reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is rendelkezésre állnak, és akkor egy javuló körülmények között megtermelt áru, az aszá is, reméljük, hogy megint 100 évig nem fordul ilyen mértékben elő, egy jó mezőgazdasághoz zárhatnánk a jövő évben, ez minden esély most egyenlőre a támogatás részéről megvan. Legyen ez a zárszó. Köszönöm szépen, elnök, hogy vendégünk volt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és áldott ünnepeket kívánok mindenkinek, aki a Költségi TV-t nézi. Köszönjük szépen. Más témával folytatjuk. Története legnagyobb beruházása kezdődött el Nyíregyházán 2022-ben. A dél-koreai W-Scope akkumulátorokhoz fog szeparátorfóliát gyártani a déli ipari övezetben. Erről is beszélt Kindrusz emesének Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. Útátadás idén novemberben Nyíregyházán. Ez az útépítés egyike volt a 2022-re tervezett önkormányzati beruházásoknak. Az erre az évre ütemezett fejlesztések nagy részét a nehézségek ellenére be tudta fejezni a városvezetés, az idei költségvetést pedig hiány nélkül zárja az önkormányzat. Ez az év, az előző két covidos év után, az ukrán-orosz háború, majd az ezután kibontakozó energiaválság miatt is nagyon-nagyon nehéz volt. Ugye a városnak már 2013 óta a költségvetése hiánymentes, tehát nincs költségvetési hiányunk. A hitel gyakorlatilag a folyószámla hitel, amit az elmúlt években soha nem vettünk igénybe, csak alkalomszerűen és kis összegekkel, amit mindig visszapótoltunk. Az egyéb meglévő néhány hitel az egyrészt nem nagy teher, másrészt kedvezményes. Tehát azok azért maradtak, és hát a fejlesztéseink nagy részét is sikerült megvalósítani, ami azt gondolom nem kell hangsúlyoznom, hogy ebben az évben milyen kivételes helyzetet jelent. 2022 egyik legnagyobb eredménye, hogy véget ért az 5 milliárd forintos állami támogatásból indult útfejlesztési program, amelyet 2019-től több szakaszban kiviteleztetett az önkormányzat. Amit kiemelnék, a közlekedési infrastruktúra, ugye ez 10 éve napirenden van, és szerintem még 10 évig napirenden lesz, ha így ilyen ütemben tudjuk majd folytatni, aztán utána már megoldódik. Ez ugye jelenti egyrészt az 5 milliárdos kormányzati támogatási csomagot, amit ugye még 2018-ban kaptunk, és ez év végéig tartotta a program, tehát be kellett fejeznünk, mert egyébként visszafizetés lett volna.
Sikerült megvalósítanunk, ez azt jelenti konkrétan, hogy 20 földutat aszfaltoztunk a városba, nagyon fontos nagyforgalmú utakat felújítottunk, mint például a Debreceni, Luther, Hunyadi utca, Kollégium utca Nyírszőlőbe, vagy a Derkovics a kertvárosba, ezek mindannyian tudjuk, hogy milyen nagy forgalmat bonyolítanak, nagyon fontos fejlesztések voltak, de emellett topos EU-s forrásokból is tudtunk sok beruházást, ilyen útfejlesztést megvalósítani. Itt említhetem a Széchenyi, Szarvas, Szent István utak felújítását, ami mind a három, tehát minden út komplexen, tehát más szemléletben történik már Nyíregyházán évek óta, tehát építettünk buszöblöt, hogy ne tartsa fel a forgalmat annak hiánya. Építettünk okoszebrát, a csapadékvizet rendeztük, a járdákat kijavítottuk, tehát ez egy gyalog átkelő helyet okoszebrába. Tehát ezek mind egy önmagukban egy komplex fejlesztések, és nagyon fontosak, és elértük azt, hogy a nagykörúton belül már nincsen olyan út, amit ne újítottunk volna fel. És hát ugye a nagykörút megkezdődött, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem. Ez a legnagyobb volumenű közúti infrastruktúrális beruházásunk. 1982-ben állt meg a nagykörút bezárása. Azóta nagyon sok ígéret hangzott el. Most megkezdődött márciusban a fejlesztés, és 24 első negyedévében be is fejeződik. Ezzel Nyíregyházának lesz egy 8,5 kilométeres belső körútja, kétszer-két sávban. Ez egy nagy előrelépés, azt gondolom. Az elkészült fejlesztések mellett több stratégiai jelentőségű infrastruktúrális beruházás tervezése is folytatódik 2023-ban. A külső körgyűrünk, ami ugye Nyírszőlősig kiépült 2019-ben, azt jelenti, hogy most már Nyíregyháza körül van egy 43,5 kilométeres körgyűrű rész, amiből körülbelül egy olyan 17-18 kilométer hiányzik, akkor zárul be. Ugye ezt tudjuk, hogy itt nincs közlekedési lámpa, körforgalmak vannak folyamatos forgalommal. Ennek is megkezdődött a tervezése, a koncepcióterv készítése, környezeti hatástanulmány nyomvonal kerülése, ez nyáron indult. Nagyon-nagyon fontos. Folyik a tervezése, ugye itt több tervről beszélünk, tehát koncepció, engedélyes terv, a kiviteli terv, ezek sok éves időtartamot igényelnek, a Tokaji aluljáró, de másik nagy ikonikus választási ígéret volt az elmúlt 40 évben, tehát az is folyik, és az is most már a végső stádiumba kerül, remélem. Az IMC, az intermodális csomópont tervei mellett most közbeszerzés van folyamatban, feltételes közbeszerzés a kivitelezésre. Ezek a nagy stratégiai jövőben megvalósítandó közúti infrafejlesztéseink. Nem csak a város szempontjából nagyon fontos, a város szempontjából is, mondhatom a gazdaságfejlesztés, ipari parkunkat, teherforgalmat ki tudjuk zárni, a város és az agglomeráció kapcsolatában, de itt az agglomerációként értelmezhetjük az egész megyét, hiszen a Legóhoz, a Michelinhez az egész megyéből járnak be dolgozók, az egész megyéből vannak szolgáltatók, alvállalkozók, beszállítók, és hát a munkaerő is, tehát ez nagyon fontos. A másik a turizmus, ugye pont ez az északi, most már azt mondjuk, hogy az északi elkerülő az, ami hiányzik, és azzal lesz teljes körül a körgyűrünk, hát ez pedig a város turisztikai részének, turisztikai negyedének, Sóstónak a megközelítését jelenti. Természetesen ezek a nagyságrendüket illetően több éves, legalább 5-6 éves időtartamú programok. Voltak ugye energetikai felújítások, ezt külön kiemelném, hogy most ebben a hihetetlen energián növekedésben talán fel se fogjuk, hogy mennyi mindent jelent, hogy az elmúlt 10 évben tudatosan, következetesen az önkormányzat intézményszer túlnyomó részét felújítottuk. Az összes óvodát, mind a 34-et, ugye a 35-dik az új, azt már úgy építettük meg, a 9 bölcsödét, a szociális épületeinket, hát ez az energiaszámlába
nyilván sokat jelent, de az ottani közérzetben, az ott dolgozók, ott lakók, ott élők szempontjából is nagyon fontosak. És hát ugye a kulturális negyedünkbe is elindult a tervezés a múzeumnál, ott a József András Múzeum hiányzik még, de hát most sajnos olyan időket élünk, hogy minden halasztódik. Ugye szóba került a nagy beruházások kapcsán az infrastruktúra fejlesztés és a gazdaság élénkítés kapcsolata is, ezt is érintettük. Egy nagyon nagy kaliberű országos szinten is óriási munkahelyteremtő beruházás történik Nyíregyházán. Ez a beruházás, a WSCOPE, ez mit jelent a Nyíregyházának és a térségnek, és hogyan járul hozzá a város fejlődéséhez, illetve átírhatja-e a város arculatát ez? Minden nagy fejlesztés, ami Nyíregyházán megvalósul, az fontos a megyének is. Különösen igaz ez a munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő beruházásokra. A nyíregyházi nagy foglalkoztató cégek dolgozóinak körülbelül általában a fele nem Nyíregyházán lakik, hanem bejáró. A megyéből jár be. És ez a országosan is nagy jelentőségű beruházás, amit a WSCOPE elkezdett, és ugye alapkőletétel meg volt októberben, és már látszik, hogy megy a munka előre. Ez ennek a világcégnek az első európai gyára lesz. 1200 munkahelyet hoz létre két ütemben. Ez önmagában csak a gyár, itt még ugye a beszállítók és az a piac, amit jelent szolgáltatóknak, az még ezen felül van értelemszerűen. És hát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amit egész Európában, nem csak Magyarországon kialakul, egy nagyon komoly recessziós gazdasági visszaeséssel járó kockázattal, az akkor különösen fontos, ha itt pedig Nyíregyházán munkahelyteremtő beruházások indultak. Mert hogy a gazdasági visszaesés és a recesszió azt is jelenti tényszerűen, hogy munkahelyek szűnhetnek meg, de létesülnek is. Reméljük, hogy nem szűnnek meg jelentős mértékben, de hát ennek a jelentősége, fontossága mostanában még nagyobb, mint korábban. És az a további jó hír, hogy nagyon komoly tárgyalásaink vannak egyéb befektetőkkel is, és nagyon jó lehetőségeket tudtunk teremteni, mert Magyarországon, Nyíregyházán van most a legnagyobb területű, legjobb adottságú, és beruházáshoz legjobban előkészített terület, több mint 400 hektár a Déli Ipari Parkban. Természetesen ez egy óriási munka, és versenyt futunk az időkkel. Ezek a nagy beruházók olyan ütemtervet diktálnak, olyan határidőket kérnek, ami korábban elképzelhetetlen, vagy ismeretlen volt Nyíregyházán. Városmarketingre térjünk át. Komoly sikereket könyvelt el a városmarketing idén is. És miért fontos ez a városnak? Nyilván fontos. Ezek a célok, amelyeket lefektetett a városmarketing, azok teljesültek, és mik lehetnek még a jövőbeni tervek? Nyugodtan mondhatjuk, hogy egyedülálló, hiszen sehol máshol egy másik város sem nyert háromszor az elmúlt 8 év alatt, amióta kiadnak ilyen díjat, a marketing fővárosa díjat. Mi pedig, Nyíregyháza, egymás után harmadszor. Hát azt gondolom, ez önmagáért beszél, de természetesen itt nem lehet megállni, már csak ezért, ha eljutunk egy ilyen szintre, akkor nem állhatunk le. Ez nem csak a városkép, a tévénk, az újság, az internetes felület sikere, hanem a tartalom alapján gyakorlatilag ez összesűrítés bemutatja az egész önkormányzati rendszert, mindazt a munkát, nem csak fejlesztéseket, programokat, eseményeket, amiket szervezünk, ahogy kezelünk dolgokat, ahogy hozzáállunk feladatokhoz. Ez tulajdonképpen mind összesűrösödik ebben a marketing díjban, és hát természetesen ezt kell folytatnunk. Az önkormányzat az energiaárak drasztikus emelkedése miatt számos az intézményeit érintő kényszerintézkedést hozott ebben az évben. Sok intézményt be kellett, hogy zárjunk, elsősorban a kulturális sport intézményeket, mert egyszerűen nem lehetett finanszírozni.
Hogy most mire számíthatunk, azt még nem lehet látni. Arra igen, hogy nagyon nehéz lesz a következő negyed év, mert a tél még most jön. Tehát az időjárással szerencsénk volt. Tudtunk ezeknek az intézkedéseknek az eredményekként megtakarításokat elérni, de ezek el fognak menni január-februárban valószínűleg. Mert nem szeretnénk mindent bezárni, nem szeretnénk mindent lezárni, csak annyira szeretnénk visszafogni, amennyi ahhoz kell, hogy az önkormányzat működőképessége és a most már körvonalazódó lehetőségek kihasználása érdekében kell. Tehát annál lejjebb ne menjünk. Tehát nem mindegy magyarán, hogy milyen állapotban, milyen gazdasági pénzügyi kondícióban lesz Nyíregyháza önkormányzata mondjuk jövő év áprilisában. De mivel ezt nem látjuk, mert még sok minden, például folyik a villanyáram tenderünk. Minisztérium bejelentette, hogy a távhődíjakat január 1-től december 30-e vagy 31-én teszik közzé. Azt még most nem tudjuk. Tehát ezért szakítunk most, kénytelenek vagyunk szakítani azzal az elmúlt sok éves gyakorlattal, hogy itt mi mindig januárban a legelsők közt elfogadtuk a költségvetést, mert most sok a bizonytalanság. Ugye azért tehettük meg, mert a parlament, az országgyűlés általában júliusban nyári ülésszak végén elfogadta az ország költségvetését. Tehát akkor mi már elkezdtünk ez alapján dolgozni, és gyakorlatilag január elejére összeállt az éves költségvetésünk. Most erre nem kerülhet sor ebben a helyzetben, tehát most február közepén leghamarabb lesz a városnak költségvetése. A gazdasági recesszió ellenére több nagy beruházás kezdődhet, illetve fejeződik be 2023-ban Nyíregyházán. A stadion beruházás az a nagy következő sportinfra beruházások, az most már valaki arra jár, körvonalazódik, az jövő év végéig elkészül, talán nyár végén vagy ősszel kész lesz, nagyon modern és nagyon, hogy mondjam, városkép szempontjából is jó beruházás lesz, de indítottunk most az elmúlt hónapokban is beruházásokat, fejlesztés, például a Derkovics-Tiszavasvároti csomópont, ami érinti a felüljáró támfalának az építése, megy most a szélső Bokori út, és vannak most is közbeszerzési eljárásaink folyamatban. Tehát én úgy számolok, hogy a következő évben, ami szintén egy bravúr és egy nagy adomány egyben, legalább 10 fejlesztés folyik majd a városban. A megye kiemelkedő munkát végző önkénteseit ismerték el Mária Pócson. A legjobban a közösségteremtésben és a menekültek ellátásában jeleskedtek, Karab Zoltán járt a díjátadáson. Díjátadó ünnepséggel egybekötött jótékonysági bált tartottak Mária Pócson abból a célból, hogy adományokat gyűjtsenek a kárpátaljai fiatalok közösségeinek. Emellett a Hieroteus Egyesület minden évben keresi a megye és a határon túli együttműködő partnerszervezetek legaktívabb önkénteseit. A Hieroteus Egyesület mellett az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Civil Közösségi Szolgáltató Központ is csatlakozott a kezdeményezéshez. Mindenki fontosnak tartotta ezt a célt. Egyházi szervezetek, politikai ifjúsági szervezet, civil szervezetek és még a közigazgatás különböző része is, és ezáltal így közösen tudtunk valami jót tenni, így karácsony tájékán. A kitüntetéseket volt, aki a közösségteremtő munkájáért, mások pedig a határmenti menekült helyzetben vállalt segítségnyújtásért vehették át. Kis András, a Hieroteus Egyesület főtitkára hangsúlyozta, az évszázad eddigi legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre Magyarország, és ebben az önkéntesek, a hétköznapi hősök munkáját nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ebben a jelenlegi nehéz háborús helyzetben nagyon sok fiatalnak van nehézsége, és a kárpátaljai magyar fiatalok közösségeinek és oktatási intézményeknek, a Szent Gellért Katolikus Kollégiumnak, a Munkácsi Egyház megye ifjúsági közösségeinek és az Ungvári ingyen konyhának gyűjtünk, és ennek a gyűjtésnek a keretében közel 1 millió forint is
egy több százezer forint értékű tárgyi adomány jött össze, ez a gyűjtés is még egy hétig folytatódik, és ennek az egész eseményszorozatnak egy központi ünnepsége a mai nap, amelyet a szeretet, a közösségünk szeretete, a másokon való segítségnyújtáshoz kapcsoló szeretet, és a másokért való közösségvállalás és áldozatvállalásnak a szeretet része fogja össze. Karácsony időszakában, advent a várakozás időszakában, a karácsony ünnepét várva, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat. Ennek a jegyében szerveztük ezt a mai ünnepséget. Alapvetően az elismerés, erkölcsi jellegű elismerés, ez egy megyei díj, amelyet olyan szereplőnek, olyan önkéntesnek adunk, aki nagyon komolyat alkotott abban az évben, és ebben az évben két olyan önkéntest is, Lőrinc Pétert és Gál Erikát, aki a határon az adománygyújtás, vagy a konkrétan a barabási segítségponton, az egyik segítségponton nagyon komoly munkát végzett a hölgy, sokáig, az első pillanattól nem aludt, hanem ezeken a barabásnál érkezett nehéz sorsú embereknek segített a harmadik önkéntes, Jónás Bernadett pedig ifjúsági, fiatalokat tömörítő ifjúsági munkában alkot nagyot Szatmár Németiben és Szatmár megyében. Ő a határon túli díjazottunk ebben az évben. Ők az idei díjazottak, és azt gondolom, hogy az ő munkájuk eszmeileg nagyon fontos. Emellett kis tárgyan, ajándékkal és vásárlási utalvánnyal jár, tehát próbálunk ehhez egyfajta anyagi elismerést is társítani, segítve így az ő életüket, és megbecsülve az ő munkájukat. Több mint 100 önkéntes van, aki a Hírlottos Egyesülethez bármilyen programon keresztül csatlakozik. Nagyon sok más szervezet is fogad önkénteseket, de azt gondolom, hogy ebben az évben ez ezen is túlmutatott, hiszen mindenki, aki egy jó ügyért bármi kis dolgot tesz, legyen az regisztrált önkéntes, és nem regisztrált, legyen az csak egy ember, aki beült az autóba és lement a határa, és ott dolgozott 3 órát, mindenkinek hálásak vagyunk az önkéntes tevékenységért. A Hírlottos Egyesület 3 éve az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetséggel közösen csinálja az adventi jótékonysági akcióját, amelyben az elmúlt 2 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közösségek voltak akkor is fiatalok, ifjúsági közösségeket, gyermekotthonokat, tanodákat ajándékoztunk meg karácsony kapcsán, és ez a 3. év, amikor együtt dolgozunk ebben a megyei adománygyűjtésben. Mi minden olyan közösséggel együttműködünk, és ilyen közösség, ilyen masszív együttműködésünk az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetséggel kialakult együttműködés, akikkel a keresztény értékek és a közösségi tevékenység kapcsán együtt tudunk működni. Ez egy olyan advent legyen, egy nehéz időszakban lévő advent, de egy olyan advent legyen, amelyet a önzetlen segítségnyújtás öröme áthat. És én azt kívánom mindenkinek, hogy nehézségek közepette is meg tudja találni az örömet, és az öröm az a közösségben, a közösségi élményben van. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke rámutatott arra, hogy az összegyűlt adomány nem a tehetős, bőkezű adakozóknak köszönhetően gyűlt össze, hanem egy olyan sokat utaztatott persejnek köszönhetően, amelybe kiki a maga lehetőségeihez mérten segítette a rászorulókat. Ez a majd 1 millió forint, ez ilyen adományokból jött össze. Van, aki 500 forintot adott, van, aki többet adott, és tényleg nem az a lényeg, hogy mennyit adott, hanem hogy milyen volt a szándéka, és az milyen szeretettel és odafigyeléssel tette. Aztán majd az Úristen megítéli ezt, hogy ez mennyire volt valódi szándék, mennyire volt megfelelési szándék, milyen volt a tehetség, amivel azt adta, milyen szándék alatta, az már oda kell bíznunk. De én azt gondolom, hogy minden ilyen alkalom, és tényleg ezt a persejt András minden egyes létező rendezvényről, én megfordultam, mindenhol ott volt, és hát így jött össze ez a... Én remélem, hogy ma az 1 millió forintot átlépjük, úgyhogy csak ebben bízok. Az eseményen igét hirdetett Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita atya is, aki szintén az adakozás fontosságára hívta fel a figyelmet. Azt kell látni, hogy én mit kaptam, és abból kell adnom, mert azért kaptam. Eddig tartott ma, 35 perc legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor szó esik többek között a Nyíregyházi Egyetemen induló drónpilóta képzésről is. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!